Én nagyon régen nem találkoztam Koltai Jánossal, akit lehet, hogy önök Gábor Gáborként jobban be tudnak azonosítani. Ezért is örültem nagyon, amikor hallottam, hogy jól van, és teljesen egészséges, és rendszeresen játszik is. János kisgyerekkorom óta ismerem, ahogy mondani szokták, családi barát, és amikor a Szomszédokban szerepelt, az volt a legaranyosabb, hogy ott nem kellett nagyon színészkednie, gyakorlatilag magát adta. Azt kevesen tudják róla, hogy nem csak színész, hanem festőművész is, innen a családi ismerettség édesapámmal együtt járt a képzőművészeti főiskolára, és nagyon szép képei vannak. ...1987-től 1999-ig 13 évadot élt meg a Szomszédok című teleregény. Két hetente csütörtökön ma már elképzelhetetlenül sok, 6 millió ember követte, hogyan próbálják kihúzni a hóelei fizetésig Vágásiék és Mágenheimék, és hogy vajon lesz-e olyan hét, amikor nem rabolja ki senki Almáik bisztróját. A szereplők májusban ünnepelték a sorozat 30. születésnapját, de Koltai Jánost, vagyis Gábor Gábort hiába kerestem, nem jött el. Akkor a Balatonhoz közeli Ádándi birtokán volt, mint legtöbbször. Nagyon rég láttuk őt. Nézzük hát, mi is történt ezzel az emberrel az elmúlt 18 év alatt. Budapesti lakásában találkozom vele. Az idős emberek azok nyugodtak és bölcsek. Én nem vagyok se bölcs, se nyugodt. Koltai János 82 éves. Azaz ő esetében különösen igaz, hogy ez csak egy szám, mert hogy a korát meghazudtoló módon ennyi idősen is tele van energiával, no és ahogy az előbb hallhatták, szerénységgel. Tényleg, mintha nem fogna rajta az idő. Nem igen lehetek a segítségükre. Három darabban is játszik a Madách Színházban. A lakásába lépve mindenhol könyvek, nem véletlenül. Megszállottan szeret olvasni, ez az igazi szenvedélye. Na és persze kutyáját, Zizit is imádja. Egy időben ő is szívesen züllött, aztán káros szokásairól, mint például az ivás vagy dohányzás, 20 éve leszokott. A Bajor Imrével néhányszor elmentünk berúgni, ameddig ő volt a sorozatban. Elmentünk a Fészekbe, akkor a Fészek ez még a művészklub volt, tehát ott, ha már nem, Fészekben voltunk, akkor a Fészekben mindenki mindenhonnan összejött, és akkor ott folyt a duma. Ki mennyitől rúgott be? Ha berúgott, akkor viselkedett, így viselkedett, úgy. Mit tudom én, hogy viselkedett? Mindenki viselkedett valahogy. Mert az ember egy időben azt gondolta, hogy ez hozzátartozik, ez kell ahhoz, hogy... És akkor rájött az ember, ennek semmi köze nincs ahhoz az én munkámhoz. Nem kell ehhez se inni, se dohányozni, semmit nem kell, ez egy más dolog. Nem volt nehéz, mert azért, hogy a cigarettázat? Nem volt nehéz, mert ez nekem nem volt szenvedélyem. Akinek szenvedélye volt, annak nehéz letenni a cigit meg az italt. Nekem se az egyik, se a másik nem volt szenvedélyem. Koltai Jánost érezhetően zavarják az elmúlt hetekben kirobbant színházi zaklatásos ügyek. Amikor telefonon egyeztettem vele az interjúról, először nem is szeretett volna szerepelni. Azt mondta, nagyon rossz irányban mennek Magyarországon a dolgok. Most mégis megszólalt. Tudja, ez is mind ócska, vacak, pletyka szinten száguldozó hírek. Ha igaz, akkor is. Akkor kellett volna azt mondani, hogy édesapám, Isten áldjon meg ilyen viselkedéssel, ilyen példával, ahol példát kell adni az embernek, arról szól. Koltai János szerint igenis fontos a jó példa. Sok mindent csinál egyszerre, és láthatóan élvezi az életet. Nekem az lett volna a célom, hogy valami erőt tudjak adni annak, aki azt a dolgot, amit én csináltam, megnézi, hogy abban legyen valami fény, valami fény legyen benne. Koltai János nappaliát díszíti ez a kép, és mit gondolnak, ki festette? Hát ő maga, sok más képpel együtt. A képnek az a címe, hogy ott még laknak. Mert hogy a színművészeti főiskola előtt a képzőművészeti főiskolát is elvégezte, de a sokoldalúsága itt még nem ért véget. Hamarosan mutatom, mi mindenhez ért még interjúalanyom. Előbb érdemes megnézni a többi művét is. Például ezt itt. Ez egy tájkép. Olyan tájkép, amilyen most egy táj, hogyha kimegyünk. Mert ma nem a gyönyörűség. A gyönyörűség tele van hintve a mi szemeteinkkel. Mert végeredményben az is egy szemét, ez is egy szemét. Tovább megyünk a hálóhelyiségig. Itt van egy ital, Janó, köszönöm, remélem egyszer lesz alkalom kinyitni. Igen, ezt a Bubik Pista adta, 2004. január 24-én volt a
Sarkadi Elveszett Paradicsom premierje. És akkor ráírta, hogy remélem egyszer, igen, nem lett idő kinyitni. Mindenki tudja miért. Beljebb megyünk, mindenki itt is számít. Mindenhol könyvek. Nincs az itt sorakozik. Németh László itt sorakozik, ott sorakozik. Ezek a magam feljegyzései. Mert hogy több nyomtatott füzet is van itt, tel is tele Koltai János gondolataival, rögtönzött verseivel és rajzaival. Amik eszembe jutottak bizonyos helyzetekben, ezek meg magam rajzai benne. Ahogy azt láthatják, egy ágy is éppen, hogy szűkösen elfér a hálóban, mégis minden fontos dolog itt van. Az képzőszeti főiskolás első éves korunkban voltunk Szentendrén. Ez egy ott szentendrei emlék. Ezt mikor készítette körülbelül? Hát én 55. Ő pedig Csehov? Az pedig Csehov bácsi. Mert én játszottam egy darabot, hogy a Sota Irénnel. Én voltam Csehov, ő volt a feleségem. Itt pedig melyik szerepben láthatjuk? Az pedig a Széchenyi. Németh László Széchenyi. És ha ez még mind nem lenne elég, megtudok még egy meglepő dolgot. Koltai János nem csak fest, nem csak sorra nyitja meg a kiállításait. Nem, nem is ő lenne, ha ennyivel beérné. Nos, ami azt illeti, ő díszleteket is tervez. Voltam a díszletfestő műhelybe, dolgoztam, amikor el kellett menni pénzt keresni. És ott ezeket megtanultam. Kíváncsi vagyok, hogyan képes 80-on túl ilyen aktív lenni. A válasz az, hogy paraszt felmenőitől egyszerűen jó genetikát örökölt. Boldog, mert 53 éve kiegyensúlyozott házasságban él színésznő feleségével, Pap Évával. Na és az orvos ritkán látja. Rengeteg nyavajám volt porckorong sérvem, volt gyomorvérzésem attól, hogy gyógyszert szedtem, hogy ne fájjon a lábam, amikor a színpadra megyek. Én voltak ilyen marsaságaim, de végül is mindegyiket, vagy azért, mert kitűnő orvosok voltak, és nem azt mondták, hogy így most akkor gyerünk be, vágunk, szalettelünk, közélünk, varrunk, és nem tudom mi, hanem azt mondták, hogy jó, megnézzük, na ide figyelj, igen, oké, akkor ez. Szerencsém volt ebben a dologban, hogy a normális vonalon ment az életem. Na de vissza a színészethez. Koltai János azt mondja, ő legkevésbé azokat a színészeket tartja hitelesnek, akik azt állítják magukról ugyanolyanok a színpadon, mint a magánéletben. És hogy ő milyen embernek tartja magát? Hát néha viccesnek, és néha, nos, még neki is nehezére esik megfogalmazni azt, olykor miért nem könnyű vele. Én hülyeskedni szerettem, na az az egy dolog, a színészet nem érdekelt, hülyeskedni szerettem, viccelődni, maráskodni, azt szerettem. És milyen, amikor nem vicces? Akkor nem szólok egy szót sem. Nehéz ember? Fegyelmezett kívánok lenni, és nem mutatni semmit senkinek, hogy engem zavarodottnak, gyengének ne lássanak. Aztán kisvártatva megérkezik szívének egyetlen királynője is, akit már 3 éve nem látott. Itt vagyok. Szerint, drága. Mai napig jó barátok. Barátom? Akkor ott nincs... Akkor nincs idő, meg nincsen ez. Pontosan, ugyanúgy lehet hát folytatni, ahol abba hagytuk, nem? Dél-Amerikában van, és 15 év múlva jön, és azt mondom, hogy szívem egyetlen királynője. Így van. Mint a semmi nem történt volna. Nem vitás, Koltai Jánost szinte az egész ország Gábor Gáborként ismerte meg. Emlékeznek, cigarettával a kezében, széles gesztikulálások közepette mesélt rendszeresen nekünk újabb vállalkozással kapcsolatos ötleteiről. Igazi mókamester volt szerepe szerint, a női szívek nagy tisztelője. Nem azt mondják, hogy a vihar kapujában baromi voltál, és a második Józsefben zseniális voltál. Gábor. Most is ott egy hölgyet kérdeztem lent, hogy hanyadikon vagy, és mondom, hát a Koltai Jánoshoz jövő. Ja, Gábor, mondta, hogy igen. Azt is megtudom, hogy az utcán vagy a boltokban még mindig rendszeresen megállítják őket. A közértbe pedig bementem, és azt mondta, a pénztáros, fiatal pénztáros, hölgy volt, és azt mondta, hogy nem mondja el a szívem egyetlen királynőjét, akkor nem szolgáljuk ki. De ez a mondat nem jár bárkinek, csak Freud Editnek. Ez egy ikonikus mondat egyébként. Honnan jött ez? Hogy alakult ez ki ilyen szálló igényét? Ádám?
Azt én nem. Te? Jaj, nem is tudtam. Hát tudod, hogy mondtam az Ádám, megbeszéltem, hogy... hogy te szabadon garázdálkodhattál szöveggel. És azt mondta, hogy jó, oké. Okay. Ádámról, természetesen Horváth Ádámról van szó, aki a Szomszédokat rendezte. Tehát Gábor Gábor volt az egyetlen, aki szabadon improvizálhatott az előre megírt szövegben. Viszont az élet is nagy rendező, kiderült, hogy egy másik Gábor Gábor is a Veselényi utcában él. Jött a hölgy, és azt mondja, hogy tudja, hogy az én férjem a Gábor Gábor? Mondom, hát nem létezik, hát én itt vagyok. Nem, azt mondja, az én férjem Gábor Gábor valóságos neve. És ő mit csinált? Ne, semmi, nem. Ja, nem. Na de hát ez egy hihetetlen dolog. Itt lakik az utcában valahol? Itt, a szomszédházban. A szomszédházban lakik egy Gábor Gábor? Ja. Találkoztak már? Nem. Itt az alkalom, menjünk sose, el. Sose, nem. Nem tudja, hogy hol lakik? Nem. Hát ha esetleg Koltai János szomszédságában az igazi Gábor Gábor nézi ezt a riportot, kérem szépen, keressen meg minket. Amikor kislányként a Szomszédokat néztem, még nem gondoltam arra, hogy Koltai Jánossal, azaz Gábor Gáborral csinálhatok majd egyszer riportot. Bevallom, nagyon nagy élmény volt, és külön öröm az, hogy 82 évesen ilyen fit és egészséges. Nos, azt kívánom neki, hogy legalább 100 éves koráig éljen. Természetesen van egy mondat, ami csak Freud Edith művésznőnek jár, az pedig a következő. Szívem egyetlen királynője. 3 év múlva találkozunk. És így is legyen. A heti naplóban Hídvégi Krisztina riportját látták. Én is további jó egészséget kívánok Jánosnak. Nekem fura volt hallani, hogy 20 éve semmi alkohol és semmi cigi. Én sokszor láttam szalonspiccesen, az én emlékeimben így van meg, az akkor nagyon elegánsnak számító vékony, hosszú női cigi és enyhe szalonspicc. Ilyenek voltak a 70-es, 80-as évek, meg a 90-es évek is.